Mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a keresztre, és maradjon rajta most és mindörökké. Felújított keresztet áldott meg Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke Gyulajon. A vasból készült alkotás a Fogadj örökbe egy keresztet program keretében újult meg. A kezdeményező a KDNP volt. A program országos, más települések is állítanak, illetve újítanak fel keresztet, mondta Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Hála Istennek, az elmúlt évek során nagyon sok út menti, vagy pedig temetőben névő kereszt újulhatott meg, vagy pedig újakat állítottak. Magyarországi nemzetiségek, velük körülbelül 400-at tudtunk az elmúlt években megújítani és állítani, ami látszik is most már az országon, de az is fontos, hogy a kereszténydemokrata néppárt elindított egy mozgalmat, hogy fogadj örökbe egy keresztet, és ez megtörtént itt Gyulajon is. És ennél szebb összefogás, megmondom őszintén, nem nagyon láttam még. Sok helyen voltam, sok szép ünnepséget voltam, de az, hogy egy kicsi falu a Magyar Báltai Szeretett Szolgálatnak az iskolásaival, dombovári középiskolásaival és itteni általános iskolásaival összefogva mindent megtettek, hogy ez a kereszt megújuljon, megszépüljön a környezete is, ilyenben még nem volt részem, mert az ő szabad idejük, munkájuk és az ötleteik is benne voltak, és mindamellett pedig azt is hozzá kell tenni, hogy ez az ünnepség pedig kiemelten mutatta azt, hogy mennyire fontos egy közösségnek, akár még szimbolikusan is egy ilyen kicsi megvalósulás, ami sok-sok százmilliós vagy milliárdos építkezésekhez, beruházásokhoz képest eltörpül. De mégis üzenete van. Üzenete van az irányba, hogy az összefogásnak mekkora az ereje, üzenete van, hogy a kereszténységnek mekkora az ereje, és az is, hogy a gyermekek is vágyják ezt az összefogást. És én ezt hiszem, hogyha országosan ilyen ünnepségeket tudnánk rendezni, szervezni, ilyen találkozók lennének, az a gyermekeknek a lelkében is nagyon pozitív változást indítaná. Az ünnepi alkalom fényét színművész, előadó művész emelte, tette színesebbé. Csak a kereszt maradt meg, sírva, fájva, belecsikordult mégis az éjszakába. Csak a kereszt maradt meg, a falu keresztje, a mi keresztünk, a régi kereszt. Fekete felhők bomlanak felette, és a kereszt állt, ördült, kiabált. Rája, mint Ódon templom régi muzsikája, a falu szíve visszaorgonált. A Tolnavár megyei Gyulaj határában felállított és megáldott keresztet részben a dombóvári Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikum diákjainak munkáját dicséri. A szakképzőiskolában gépészeket, kömműveseket és asztalosokat tanítanak. Közülük jó néhánynak most jelentősen érvényesülhetett a munkája oktatók, pedagógusok közreműködésével. Olyan gyerekek járnak hozzánk, akiknek, hát nem szép így mondanom, de mégiscsak a szakmájukba vágott, hogyha találunk egy olyan keresztet, ami tényleg szívünkhöz nőtt, és szüksége van örökbefogadásra, gondoskodásra vagy örömre, akkor ők a saját szakmájukon keresztül ezt fel tudják újítani. Nem volt egyszerű, mert hogyan jön valaki ahhoz, hogy bárhol az út szélén fogja magát, és csak úgy nekiáll és felújít bármit, annélkül, hogy szakmai vezetése lenne ehhez. De Hegedűs János plébános úrral egyeztetve találtuk itt Gyulajon ezt a keresztet, és tényleg az oktatóink, a pedagógusaink segítségével ezek a fiúk olyan örömmel újították föl, amire mi magunk sem számítottunk. Ez egy olyan összefogás alakult ki a kereszt felújításával kapcsolatban, ami számunkra is megható, és egy örök emlék marad. Tényleg csak röviden összefoglalva, hogy ezek a fiúk biztos, hogy nem fognak keresztet rongálni az életük folyamán már, akik ebben részt vettek, és sokan voltak, nagyon sokan voltak. Tehát ilyen 15-20 tanuló összeállt és csinálták bent a műhelyben, itt kint a helyszínen, egyébként esőben is. Tehát zuhogott, néha zuhogott az eső, és úgy csinálták, de mondták, hogy ez készen lesz, és ez a szívük
csücske. A dombóvári MMS Eszterházy Miklós Technikummal közösen összefogva a Gyulai Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány is aktívan részt vállalt a kereszt felújításában a Tolna vármegyei Gyulajon. Egyrészt a fizikai közelség, másrészt pedig a közös jövő tervezése hozta össze a két intézményt, és hát ez a kereszt, ami egyrészt megújulhatott, de hogy a közös út, ami ehhez a kereszthez vitt, ez lehet a nagyon fontos példa nekünk az iskola fenntartó részéről, és szerintem így a társadalmunk számára, hogy találjuk meg azokat a kereszteket, aminek az érdekében összefoghatunk és eljuthatunk egy együttműködésre, abba az irányba elindulhatunk, amikor kéz a kézben összefogás alapján megvalósíthatunk egy olyan projektet, aminek az eredménye egy ilyen kereszt, és az eredménye egy olyan együttműködés, ami példa lehet a gyerekeink számára a jövőben. A szentelés után az általános iskolában egy kiállítást is rendeztek a keresztfelújítás folyamatáról. A rendezvényen felléptek a Galló József általános iskola diákjai.